Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy alkalmat készítesz arra, hogy hálát adjunk neked, hogy áldjuk a te nevedet. Urunk, hadd legyenek jók ezek az alkalmak arra, hogy visszatekintve meglássuk a te munkádat, a te áldásaidat az életünkben. Olyan sokszor természetesnek vesszük ezt, és úgy gondoljuk, hogy ez jár nekünk, de hadd értsük meg, Urunk, hogy ez kegyelem, és a te ajándékod. Kegyelem minden perc, és ajándék minden egyes nap, amit megélhetünk. És minden egyes napban ajándék az, hogy te törődsz velünk. Köszönjük, hogy így törődsz a mi életünkkel. Így éltetsz, táplálsz, lelkileg is. Urunk, hadd legyen számunkra mindennél fontosabb ez. És hadd tudjunk úgy állni ma előtted, hogy a helyére kerüljön az életünkben a fontossági sorrend. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy az, amit hallunk, amit te szólsz, az szent legyen az életünkben. Amen. Isten igét a Mózes harmadik könyvéből olvasom, a 10. rész első 3 versét, az igét és annak üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. A Mózes harmadik könyvéből, a 10. részből így szól Isten igéje hozzánk. Áron fiai Nádáb és Abihu pedig vették külön a tömjénezőjüket, szenet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tüzet vittek az Úr elé, amelyet nem parancsolt nekik. Ekkor tűz jött ki az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt. Mózes így szólt Áronhoz, ez az, amit az Úr így mondott, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Áron pedig mélyen hallgatott. Ezt a megdöbbentő ige szakaszt a napokban olvashattuk, és talán amikor elolvastuk ezt az ószövetségi részt, úgy megálltunk egy kicsit az ige felett, és belegondoltunk abba, hogy hát ennyire keményen bánik az Úr az övéivel. Ennyire szigorú az Isten, és ilyen gyorsan végrehajtja az ítéletet azokon az embereken, akik nem az ő törvénye, az ő rendelése szerint élnek. A válasz így hangzik, testvérek, hogy igen. Igen, Isten szigorúan veszi azt, amit ő mondott. Ő nem csak úgy hanyagul kimond dolgokat, aztán kezdjünk vele, amit akarunk. Amit Isten kimond, az szent. Az meg van gondolva, az nem csak úgy felelőtlenül oda van dobva. Azt Isten átgondolta, és tudja jó, hogy mit miért mond, és miért tesz. És Isten tartja magát ahhoz, amit mondott. De jó lenne ma látni ennek a történetnek a hátterét, azt a másik oldalt, hogy miért történik meg ez az egész. Látni azt, hogy Áron két fia, Nádába és Abihu, hogyan jutnak el idáig, hogy ott halnak meg az Isten színe előtt. Az első dolog ezzel kapcsolatban, amit szeretnék elmondani, hogy ez nem véletlenül történt. Nem valami furcsa véletlennek köszönhető, hogy ők meghaltak. Istennél nincs véletlen halál. Isten tudja, mit miért tesz. És mivel ő az idő ura, ő tudja, hogy mit, miért, mikor tesz. Ennek a két férfinak volt egy feladata.
ami abban az időben megtiszteltetés volt. Az Úr házában szolgálhattak, az ő sátrában. Isten tiszteleti feladatokat végezhettek el. És az volt a feladatuk, hogy őrizzék azt a tüzet, amit az Úr gyújtott meg. És amikor áldozatot kellett bemutatni, akkor Istennek az volt az akarata, a döntése, hogy az ő tüze gyújtsa meg az áldozatot, amit az ember hoz, akár a bűnéért, vagy bármiféle áldozatot. De azt az Úr tüze gyújtsa meg, hogy az szent és tiszta legyen. És ez volt az ő feladatuk, hogy ezt ne hagyják kialudni, ezt a tüzet. Erre kellett odafigyelniük. Nem volt 100 másik dolguk, ennyi volt. Ennyit kért tőlük az Úr, ezt bízta rájuk. És az volt a feladat, hogy minden úgy történjen, ahogy az Úr mondta. És ehhez hozzátartozott még az is, hogy magukat is tartsák tisztán. Olyan istentelen, tisztátalan dolgoktól, ami őket beszennyezte volna. Ez volt Isten rendelése. És ezt kellett nekik végrehajtani. És ők tulajdonképpen ezt a rendelést szegik meg. És ennek a következményét hordozzák el, amikor fogják a tömjénezőket, és ahogyan olvastam az igébe, tettek bele idegen parazsat, valahonnan máshonnan, ezt nem írja az ige honnan, nem is fontos, tettek rá füstölőszert, és ezt vitték be az Úr elé. És a következő mondat, amit olvasunk, hogy és Isten tüze megégette őket. Idegen áldozatot vittek az Úr elé. És ez okozta a vesztüket. És ennek a következménye lett az, hogy ők elpusztultak. Nem kérte ezt Isten tőlük, nem adta ezt parancsban, nem várta tőlük, de ők mégis ezt tették. Mielőtt feltennénk a kérdést, hogy hát ennyire kegyetlen Isten, tegyünk fel egy másik kérdést. Ennyire gonosz tud lenni az ember? Ennyire semmibe tudja venni az Isten szavát, az Isten rendelését? Miről van itt szó, testvérek? Hanyagságról, mulasztásról. Isten szavának a semmi bevételéről, Isten rendelésének a felülbírálásából, ezeket tette az ember. Mi nagyon sokszor szeretnénk, ha Isten hozzánk igazodna. Szeretnénk, hogyha mi dirigálhatnánk az Istennek. Mit tegyen, mit ne tegyen, mikor nézzen ide, meg mikor ne nézzen ide, főleg ne nézzen oda. És Isten törvénye meg éppen erről szól, hogy nála van egy rend. És az ige éppen erre mutat rá, hogy Isten megadta ennek a két embernek a lehetőséget. Ez egy ajándék volt, hogy igazodhatok az ő rendjébe, hogy élhetek az ő szolgálatába az ő rendje szerint. Hogy jutott el idáig ez a két ember? És hogyan hoz meg ilyen döntést, hogy nem kell komolyan venni az Isten szavát? Úgy, hogy előtte hoztak egy másik döntést. Hogy odafigyelünk inkább valami másra. Inkább helyet adunk valami másnak. Tudjuk, hogy van egy feladatunk, tudjuk, hogy kaptunk Istentől egy szolgálatot, de hadd legyen most valami másnak is helye, amit mi fontosabbnak tartunk. Figyeltek valami olyasmire, amit Isten nem mondott nekik. De nekik tetszett. De előttük kedves volt. És ez meg együtt jár azzal, hogy tulajdonképpen elutasítom azt, amit Isten bízott rám. Amikor mi figyelmet szánunk valamire, akkor azt a figyelmet valahonnan elvesszük. És oda szálljuk valami másra. És nem mindegy, hogy honnan vesszük el a figyelmet.
Nem tudom, vannak-e olyanok, akik beosztják úgy minden hónapban a jövedelmüket. És tudják, hogy mire mennyit kell odaszánni, mire spórolunk, mire gyűjtünk, mit kell kifizetni időben. És hogyha mondjuk éppen a minden hónapba kapott számláinknak az árát vesszük el, akkor onnan elvettünk. És ha valami másra szánjuk oda, akkor nem lesz miből kifizetni a számlát. Hát ugyanígy van a figyelem is. Amikor az Isten rendje, amiben ő arra méltat engem, hogy te élhetsz az Isten rendje szerint, és nem az ördög rendetlenségében, akkor az Isten rendje figyelmet követel. Időt, odaszánást. És amikor én elveszem onnan a figyelmet, és odafordítom valami más felé, ami nekem kedves, ami nekem jobban tetszik, akkor én elvettem valahonnan. És ahonnan elvettem, oda már nem jut. Felcserélődik a sorrend. És itt előtérbe kerül valami, aminek nem tudok, vagy nem akarok nemet mondani. Mert az nekem jobban tetszik. És így egyre inkább háttérbe kerül az, amit az Isten mond. Hát ez így szokott lenni az Istenre való odafigyeléssel is. Olyan különös minden éven végig szemlélni ebben a faluban az ősz és a tavasz időszakát. Minél inkább melegebb van, annál inkább kiürül a templom. És minél inkább hidegebb van, annál inkább visszajövünk. Mert amikor kezd meleg lenni az idő, akkor nekünk van valami más dolgunk. Akkor nem fontos az Istenre figyelni. Akkor van más feladat, amit mi felcserélünk azzal, amit az Istenre szánnánk oda. Amit az Istennel töltött időszakra szánnánk oda. És nekünk van fontosabb. Ez a valóság, testvérek, ezt nem sértésként mondom, ez a valóság. És figyeljük meg, hogy mi történik ilyenkor. Lehet ez valami más kezdtelés is, én csak egyet említettem a sok közül, aminek szívesen teszek eleget. Na de arra idő kell, arra figyelem kell, azt oda kell szánni. Lehet egy másik ember szava, ami fontosabb, mint az, amit az Isten mondott. És sokkal jobban adok valakinek a szavára, mint az Isten szavára. Lehet egy érzés, hogy én úgy érzem most, hogy nekem valami másat kell tenni, vagy gondolni, vagy szólni, és nem figyelek oda arra, amit az Isten mond. Többet ér az érzésem, mint az Isten szava, vagy az Isten megbizatása. Lehet ez egy tevékenység, ami elveszi az időt az Isten dolgaitól. Lehet olyan tevékenység, aminek szívesen hódolok, és még talán egy kicsit jól is érzem magam benne. És szakítok rá időt. Olyan különös a magyar nyelvben ez a szó, hogy szakítok időt. Mintha lenne egy egész, és abból mindig ki kell szakítani egy darabot, hogy valahova odaadja. Mint gyermekkorunkban, amikor fogtuk a kenyeret, volt egy egész, aztán mire hazaértük, nem lett belőle semmi, mert szétosztottuk. Ha kérdezte valaki, hol voltunk, kenyérért voltunk, csak nem jutott, szétszaggattuk. Hát ilyen az idő is. Minden nap kapunk 24 órát, aztán kezdődik reggel a szaggatás, és osztjuk. És van úgy, hogy már délbe elfogy, és nem érem utol magam. Estére meg végképp elfogy, mert szétszaggattuk. Hát ilyen az, amikor kellene az Isten dolgaira időt szánni, időt szakítani, pont abból a 24 órából, amit kaptam, csak hát én másfelé osztogattam el. Mindenki ezt csinálja, testvérek. A mindennapi foglalatosságunkba beletartozik az, hogy Isten ad ajándékba 24 órát. És azt mondja Isten, oszd be, ahogy jónak látod. Oszd be azt szerint, ami neked fontos, ami értékes. Rád bízom, megbízok benned, hogy jól fogod beosztani. És kezdődik az osztás reggel.
Szaggatom, osztom. Mire mennyi időt szánok oda? És elfogy. Minden nap elfogy. A kegyelem, hogy minden nap kapok újat. Csak nem mindegy, hogy mire használom. Közben meg kialszik a tűz az oltáron. Hát így volt Nádáb és Abihu. Voltak ők valahol, ők is oda szánták az idejüket valamire, csak közben az a tűz, aminek égni kellett volna az oltáron, kialudt. Amit táplálni kellett volna, az Isten tüze, az kialudt. Szoktuk mi ezt érezni, megtapasztalni. Nem tudom, megfigyeltek-e a testvérek egy különös dolgot, hogy az Isten dolga az, amiből egy szempillantás alatt képesek vagyunk lemondani. Az Isten dolgai azok, amik a legkönnyebben a háttérbe kerülhetnek. Úgy bánunk ezzel, mint valami huszadrangú dologgal. És egy pillanat alatt elé kerülhet bármi. Egy krumplivetés, egy betakarítás, egy látogatás, egy kávézás. Mindent oda tudunk szánni és fel tudjuk cserélni, amit az Istennel kellene töltenünk, hogy tápláljuk a tüzet. Volt valaki egyszer az elmúlt 17 évben, mióta itt vagyok, aki megkeresett és megkért engem arra, hogy nem tehetnénk át a vasárnap délutáni Isten tiszteletet. És kérdeztem, hogy miért. Neki pont akkor megy a sorozatja. Hogy én miért nem vagyok megértő, és miért nem teszem át egy órával későbbre. És mondtam neki, hogy tessék megnézni a másik sorozatot is 5 órakor, meg 6 órakor is. Nem is jött egyébként utána. Értjük, miről van szó? Simán kicserélünk egy Istennel töltött időt, amikor lehet Isten olyat mondana, hogy olyan üzenetet adna nekem, ami lehet, hogy holnap megmentené az életemet. Hát, lehet, hogy a sorozat értékesebb volt, én ezt elfogadom. De elcseréljük. És nem tudom, gondolkodtunk-e azon, hogy miért van ez, hogy ilyen könnyelműen bánunk az Istentől kapott dolgokkal. Ilyen könnyelműen bánunk az Istentől kapott megbízatásunkkal, a szolgálatunkkal, a feladatunkkal, a lehetőségekkel, hogy elcseréljük bármire szinte, bármire. És utána jön a kapkodás. Amikor kezdjük a tűznek a hiányát érezni, jön a kapkodás. Be kell pótolni a mulasztást. Hát így volt Nádáb és Abihu is. Gyorsan tegyünk valamit, valami parazsat a serpenyőbe, a tömjénezőbe, vigyük azt az Úr elé. Jó lesz az. Mindegy az, hogy micsoda, csak füstöljön. Jó lesz ez az Úrnak, örüljön, hogy hozok valamit, és nem üres kézzel jövök. Majd talán elénekeljük, hogy záporként hull az áldás. És egyszer csak azt veszük észre, hogy nem az áldás hull. Valami nincs rendjén. Így szoktunk a nagy kihagyások után, hirtelen majd, Uram, én adakozok valamit, meg akkor többet adok, akkor két áhítatos könyvet olvasok erre, be kell pótolni a mulasztást. És rájöttünk, hogy nem tudjuk bepótolni. Mert az a tűz, ami kialszik, az már nem ég. Nem ég. És itt ne keverjük össze az igével, hogy a pislogó mécses nem oltja ki, hanem itt arról a hanyag lelkületről van szó, amikor én hagyom kialudni a tüzet. És minden más fontosabb volt. És közben azt várom, hogy Uram, ami fontosabb lesz, azt áld meg. És olyan jó lenne megérteni, hogy Isten nem azt akarja megáldani, amit nélküle teszek. Nem azt akarja megáldani, amiből én szívesen kihagyom őt, meg kidobom őt. Isten azt akarja megáldani, amiben engedelmeskedem neki.
el van készítve az áldás. És azzal együtt akar megáldani, hogy én élek a vele való közösségben, a neki való szolgálatban, és közben kapom az ő áldásait. Hát a bőtnek éppen ez lenne a lényege. Bőti időszakban vagyunk. Nem az a lényege, hogy mennyi zsírosra teszünk meg iszunk, meg mit tudom én, mit csinálunk. Ezek külsőségek. Hanem éppen az lenne a lényege, testvérek, hogy helyére kerüljön az Istennel való kapcsolatom. Hogy mindaz, ami a kapcsolat elé került, az Istennel töltött idő elé került, azt kidobjam, és rendet rakjak. Biztos szokták mondani a háziasszonyok, amikor látják, hogy ott hagyták a gyerekek a dolgokat, tedd a helyére. Ennek nem itt van a helye. Minden otthonban mindennek megvan a helye. És mindig szúrja a szemünket az, ami nincs a helyé. De vajon ez lelkileg is így van? Szokta szúrni a szemünket az, ami nincs a helyén? Szokott szúrni. Szoktuk ezt lelkiismeretfurdalásnak nevezni. Szoktuk ezt gyengeségnek nevezni, meg padlón vagyok lelkileg. Ezek csak a becézgetései ennek az állapotnak. Ez a történet arról szól, testvérek, hogy nem kell belepusztulni a hanyagságba. Én tudom, hogy nálunk ez egy örökletes dolog. És ezt adjuk át a gyermekeinknek, hogy bele kell halni nagyon sokszor akár a munkába, akár valami más tevékenységbe, a pénzkeresésbe. Isten fiam, ott lesz, ahon eddig volt. Én már hallottam ezt. Ott lesz, ahon eddig volt. Ő ott lesz. De én hol leszek? Ebben a történetben Isten tényleg ott volt, ahol eddig. De mi lett az Áron fiaival? És amikor Áronnak végig kellett ezt nézni, hogy mi történik a fiaival a hanyagság, a mulasztás következtében, hogy semmibe vették az Isten rendelését, az Isten szavát, akkor azt olvastam az igéből, hogy Áron pedig mélyen hallgatott. Hát így szoktunk hallgatni. Amikor el kell hordozni a következményt. Mert hogy van következmény. A mulasztás, a resség, a nem törődömség, azok ott vannak azok között, a bűnök között, aminek a következményeit mi hordozzuk el, a levét mi isszuk meg. És hiába kapkodunk utána, hogy bepótoljuk, nem lehet. Nem lehet. És mennyire jó lenne komolyan venni azt, hogy mindennek rendelt ideje van. Egyszer az egyik tanárom úgy magyarázta ezt az igét, hogy mindenre van rendelt idő. Mindenre ki van rendelve az idő. És igazából az a feladatom, hogy megtaláljam, hogy mikor, minek van itt az ideje. Van ideje a sírásnak, van ideje az örvendezésnek. Van ideje az építésnek, van ideje a rombolásnak. Van mindenre idő. Isten nagyon jól megalkotta ezt. És hányszor van az, hogy mi jobban tudjuk. Nádáb és Abihu úgy gondolta, hogy jó lesz az úgy, ahogy ők csinálják, majd bepótoljuk. És az lett a következménye, hogy már nem volt, aki bepótolja. Olyan jó lenne rendet rakni az Istennel való kapcsolatunkban, hogy azt, ami zavar, azt kidobom. Abban az Isten tiszteletben, amiben én vagyok jelen meg az Úr. És ami zavaró tényező, azt kidobom onnan. Testvérek, rend van a személyes Isten tiszteletünkben. Mert arról beszél az ige, hogy akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Hozzám közel vannak.
Isten nem azokat büntette meg, akikre nem bízta rá, hogy égjen a tűz az oltáron. Azokat nem büntette meg, mert nekik nem ez volt a feladat. És azt mondja Isten, hogy azért bánok a hozzám közel lévőkkel keményen, mert őket nagyobb kegyelembe részesítette. Nekik több lehetőséget adta. Ők közelebb vannak hozzám. De ez a közelség felelősséggel jár. Olyan jó lenne meglátni azt, hogy mi az én felelősségem, mi az én feladatom, és mennyire vagyok a helyemen abban. Mindig fenyeget bennünket a mulasztás, és mindig fenyeget bennünket az, hogy egyre hanyagabbul bánjunk azzal, ami az Istentől kapott feladatunk. Vajon kedves-e Isten előtt a mi áldozatunk? Olyan jó lenne ezt a bőti időszakot erre használni, hogy ezeket megkérdezzük, hogy Uram, jó van minden? Jónak látod úgy, ahogy van? És nem mindig azzal eltusolni a dolgot, hogy nekem dolgom van és nincs idő. Van idő. Akkor van baj, testvérek, mikor elveszi Isten az időt. És elfogy az idő. Isten meg tud tanítani minket helyesen használni az időnket. És kellő figyelmet fordítani arra, ami fontos. És akkor békességem lesz afelől, ahogyan az Istennel élem meg a dolgaimat. Amen. Istenünk, hálát adunk neked azokért az igékért, amikor talán megrémülve állunk előtted, hogy mennyire komolyan veszette a te szavadat. És milyen megdöbbentő látni azt, amikor mi hanyag módon elengedjük a fülünk mellett, valahova hátrébb tesszük a sorban, hogyha jut időnk, ha jut erőnk, akkor majd megtesszük. És az sem zavar, ha nem tesszük meg. Urunk, bocsáss meg nekünk ezekért. Köszönjük, hogy még nem kellett elhordozni azt a szörnyű ítéletet, ami Áron fiaim volt. Hadd kérjünk téged arra, hogy adj nekünk erőt odaállni eléd, hogy rendbe jöjjön a veled való kapcsolatunk. Ne akarjunk mi idegen dolgokat behozni, idegen dolgokkal áldozni és szolgálni neked, hanem a te tüzedet hagyjuk égve, és gondoskodjunk arról, hogy égjen. Uram, hadd értsük meg, hogy a te jelenlétedben tudjuk táplálni a tüzet, a lélek tüzét. És segíts nekünk abban, Uram, hogy megmaradjunk te melletted, a te jelenlétedben. És hadd lássuk veszélyesnek és kísértőnek azt, ami eddig is elvonta tőled. És hadd tudjunk nemet mondani. Hadd használjuk ki bölcsen ezt a bőti időszakot, Uram, hogy a te neved megdicsőjön a mi életünkben. Ha közel engedtél magadhoz, akkor hadd tanuljunk meg ezzel a közelséggel bölcsen élni. Te légy, Uram, vigasztalója mindazoknak, akiket veszteségért, akik gyászt hordoznak. Te légy az, aki közel vagy, és hallatod a te szavadat mindnyájunkkal. Kérünk, hallgass meg minket, és halld meg a most csendben elmondott imáinkat is. Legyen meg, Uram, a te akaratod mindenben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mind azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.